sorozatban negyedik alkalommal ítélték neked a Héraklész díjat. Most őszintén, tudott neked ez meglepedést okozni? Megmondom őszintén, hogy számítottam rá, hiszen a Sportlövő Szövetség megválasztott idén is a legjobb női sportolónak, legjobb női sportlövőnek, és hát figyelemmel kísértem a többi versenyeredményt is. És mivel idénre, pontosabban 2008-ra három célt tűztem ki magam elé, és hát mind a hármat teljesíteni tudtam, valahol számítottam rá. És gyakorlatilag azok az álmok teljesültek nekem most, amiket szeretnék még továbbiakban is megálmodni, hiszen ez kettő világbajnoki aranyat jelentett nekem 2008 évre, és egy nem hivatalos világcsúcsot, ugyanis az országos bajnokságon sikerült felállítanom két körrel jobb eredményt, mint az érvényben lévő világcsúcs, de sajnos, mivel nem világbajnokság volt, ezért nem hivatalos világcsúcs lett. Attól függetlenül nagyon örülök ennek az eredménynek. Tehát akkor elmondható, hogy annak ellenére, hogy évről évre megkaptad a díjat, te mögött folyamatos fejlődés is áll. Így van mindenféleképpen, és szeretném ezt nem abba hagyni, szeretném, hogyha a tendencia az mindenképpen növekvő lenne ezen túl is. Mondjuk egy hivatalos csúcsa? Hát talán igen, esetleg a következő álmaimban az is szerepelni fog, és már szerepel is mindenféleképpen a jövőre nézve.